A hókirálynő. Második rész. Szóval, úgy kezdődött a mese, hogy a Manó király csinált egy varázstükröt, ami minden szép dologból rúdat csinált. És a tükröt millió apró darabra törte. Ennek darabjai szegény Kály szemébe és szívébe fúródtak. Ez megváltoztatta őt. Sokat gonoszkodott legjobb barátjával, a kis Gerdával. Aztán jött a hókirálynő, és elröpítette a jégpalotájába. Meséltem már, hogy Gerda elindult otthonról Kályt megkeresni, és elaludt a hóviharban. Most elmesélem, mi történt vele ezután. Ébredj, kislány, kár! Itt nem aludhatsz, halálra fagysz! Kár! Kár! Ó, te ki vagy? Ezt én is kérdezhetném tőled. Ez a hely nem kislányoknak való. Kár! És az évszak sem megfelelő. Kár! A legjobb barátommal, Kállyal mindig játszottam. Gerda elmesélte a varjúnak, mi történt. Aztán hirtelen megváltozott, gonosz lett. Aztán egy téli estén eltűnt. Szóval egy okos fiú hosszú fekete hajjal. Talán ismerem. De lehet, hogy ő már nem ismer téged. Főleg mióta elvette a hercegnőt. Hogyan? Egy hercegnővel él? Ez hogy lehet? Kérlek, mondj el mindent. Na jól van. De előbb keressünk valami menedéket, mielőtt mindketten jégcsappá válunk. A varjú is elmesélte Gerdának a saját történetét. Tudod, a birodalom hercegnője elképesztően okos. Már reggeli előtt elolvassa a világ összes újságját. Kétszer. Nem, mintha bármi érdekes lenne bennük. Csak pletykák pont róla. De okos hercegnőnek lenni igencsak magányos dolog, és unalmas is. Így egy nap kihirdette, hogy hozzám méltó férjet keres. Valakit, akivel tud beszélgetni, de aki jóképű is, nyilvánvalóan. Mindenféle fiatal ember próbálkozott a nagyvilágból, de mindig ugyanaz történt. Egyik se tudta, mit mondjon, hogy viselkedjen. Mind attól féltek, hogy ostobának tűnnek előtte. Így volt. Látod, kicsi Gerda? Tudom, hogy ez a történet igaz, mert a menyasszonyom egy szelídített varjú, aki szabadon röpködött a hercegnő palotájában. Nézd, ott van. Alattunk. De mi van azzal a fiúval, aki lehet, hogy Kály? Kár, kár! Most akartam mondani. Kár, kár! Erre, erre! Egyszer csak jött egy jóképű, bátor fiatalember, aki azt mondta, régóta kíváncsi, milyen lehet egy ilyen okos hercegnő. De feleségül mégsem veheti, azt nem. Hisz még alig ismerik egymást, és a hercegnő nevetett. Kár! Ezt a nevetést se hallották rég a palotában. Így aztán nem sok kellett nekik. Szerelembe estek? Kár! És ahogy mondják, itt a vége. Ó, de szépen mesélted el. Igen, ez csak is Kály lehet. Csak ő lehet elég okos ahhoz, hogy egy ilyen hercegnőt elvegyen. Igen, fejben tud összeadni, osztani, sőt még szorozni is. Vigyél hozzá! Kérlek, varjú uram! A menyasszonyom talán bejuttathat. Gyere velem! Kár! 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 Kár!
hír, Gerda. A kedvesem ismer egy eldugott hátsó lépcsőt, amelyik egyenesen a királyi hálószobába vezet. Erre gyere! Kár! Erre! De ne feledd, kövesd az utasításait. A menyasszonyom ugyanis nagyon komolyan veszi az udvari etikett szigorú betartását. Gerda, a menyasszonyom, Lady Marjorie Dow, a híres Lord Jacques Dow leánya. Kár! Jó, igen, jó. Russell nagyra tart téged, kis hölgy. Történeted engem is meghatott. Kár! Fogd a lámpást, én majd mutatom az utat. A formalitásokat neked is be kell tartanod. Semmiképp sem szólhatsz a herceghez vagy a hercegnőhöz, ha csak ők meg nem szólítanak. És mindig ő felségére kell szólítanod őket. Kár! A királyi hálószoba. Meg kell várnunk, amíg felébrednek. Én nem tudok várni. Most kell megtudnom. Ne! Gyere vissza! Nem szabad! Ó, Russell! Ez az egész a te hibád! Miért? Mit csináltam? Ó, most lefokoznak Bástya hollónak! Látni se bírom! Kaj, mondd, hogy te vagy az! Drágám! Várj, te ki vagy? Mi folyik itt? Ez nem ő. Ez már túl sok! Drágám, mi történt? És ő kicsoda? Nem tudom, felébredtem és itt állt, aztán elájult. Nem tudom, ki ez. Most aztán bajban vagyok. Hol vagyok? Már emlékszem. Várj, ne a varjak hibájogat. Nyugodj meg, Gerda. Nincsen semmi baj. A varjak már mindent elmondtak nekünk. Sőt, megjutalmaztuk őket, mert kedvesek voltak veled. Ő felsége Lord Varjúvá ütött engem, úgyhogy hivatalossá tehetjük végre a házasságunkat. Nagyon kedvesek vagytok, de most indulnom kell, különben sohasem találom meg Kájt. És ez alatt Káj... De itt legalább 1 millió jégdarabka van. Egy örökké valóság lesz ezt a kirakót kirakni, királynő. Valóban, kicsi Kaj. Ezekkel a szavakkal átkoztat meg engem. Egy örökké valóság lesz megfejteni a rejtvényt, és feloldani ezt az átkot. Ezért kell, hogy itt tartsalak. Én okos kis Kályom. Ha valaki ki tudja lakni, és meg tudja törni az átkot, az te vagy. Tedd meg, és szabaddá teszlek. Egyáltalán nem biztos, hogy szabad akarok lenni, királynő. Ám legyen. Akkor mit szólnál egy pár új korcsolyához? Szervusz, Gerda! Sok sikert! Mindent köszönök! Mindenkinek! Igágyon! Főleg nektek, Lord és Lady Varjú! Köszönöm! Most! Pészt vagy élete! Jaj, meg! Juhu! Yeah!
ezzel! Ezzel a lányjal itt mit csináljunk, főnök? Mondjuk lehetne a szolgálunk, nem? Szerintem inkább szolgáljuk fel őt vacsorára. Hagyjátok békén! Ő az enyém! Azt mondtam, hogy az enyém! Vele játszom! Vendéges dit, és babázom, és megbűnhődik az, aki mást mer mondani! Ezek a mai kölykök! Szóval, játsz szépen, vagy jól elverlek! Szép baba házad van. Az anyukám hozta. Egy nagy vidéki házból. Igen, mielőtt az egészet lerombolta volna. Társaságunk van, rénszarvas, úgyhogy fogd be, különben! Szóval, tudsz valami jó mesét, kislány? Szeretem a meséket. Sajnos csak a sajátomat. Akkor be kell érnem azzal, de ajánlom, hogy jó legyen különben. Tudom, már hallottam, jól elversz. Megjegyeztem. És Gerda elmesélte a történetét a rabló kislánynak. Néni ki nem húzott a vízbe. Csodás kertje volt, csak éppen rózsák nem voltak benne. Behívott a házába, és marasztott. De egy valamit azért nem értek. Miért teszel meg ekkora utat, és keresed azt, aki ilyen gonosz volt veled? A barát mindig is barát marad. Ő nem önmaga volt. Tudnom kell, hol van, és hogy mi történt vele. Különben... Tudom, nem az ő hibája, nem ő tehet róla, hogy gonosz lett. Ó, Gerda! Vagy te vagy a legbátrabb lány, akit ismerek, vagy a legbutább. De tetszik a bátorságod. Rénszarvas! Igen? Segítsünk neki. Van ötleted? Nos, sajnálom, hogy ezt kell mondjam, Gerda, de egy fehér szán, fehér lovak. Nekem úgy tűnik, hogy a kis barátodat magával vitte a hó királynője a palotájába. A hó királynőnél van, Kai. Úgy érted, él még? Hol találom meg, nem tudod? Dehogy is nem. Rénszarvas vagyok. 48 szavunk van a hó típusokra. Ami sokkal több, mint az eszkimók 24-e. Az északi sarkon. Tudnunk kell, hogy mi történt azzal a fiúval. Rénszarvas! Elviszed Gerdát a hókirálynő palotájába, hogy megmentse a barátját. Köszönöm. Én foglak a hátamon cipelni. Engem nem ölelsz meg. Még egyszer köszönöm. Induljatok már! Remélem, jó vége lesz a mesétnek. Ez itt Lapföld. Kérdezzük meg, merre kell menni. Én azt hittem, te tudod az utat. Persze, tudom is, de olyan kevés látogató jár erre felé. Illik úgy tenni, mintha eltévedtünk volna. Agancsra vigyázni. Vidd el ezt az üzenethalat a Finn barátnőmnek. Megtanít egy bűbájra, és talán még útba is igazít téged? Szegény hátam. Jobb lenne, ha máskor nem itt kérdeznénk meg az utat. Jaj, nekem. Nocsak, nocsak, nocsak! Látogatók! Ó, de kellemes meglepetés! Sajnos nincsen ajtóm, úgyhogy a kéményen át kell lemásznotok. Szóval a varázsigék érdekelnek, mi? A hókirálynő ellen több kell a varázsigéknél.
Hát nem látod, kis Gerda? Ilyen messze eljöttél. És csak a szeretet vezetett és bátorított téged. Ha? Ennél hatalmasabb erőre nincs szükséged. Figyelj csak, ez majd emlékeztetni fog téged arra, hogy már most milyen erős vagy. Varázs ereje van. Nem, a játékboltban vettem. Ugyan már. Néha a legapróbb, legértéktelenebbnek tűnő dolog sokkal többet jelenthet, mint azt hisszük. A hókirálynő palotája pedig 2 mérföldre van innen. De ne feledd, ott tedd le Gerdát, ahol mondtam, és kérlek, várd is meg. Ezt egyedül kell megoldania. Itt a pirosba gyors bokor, ahogy a finn nő mondta. Sok sikert, Gerda. Köszönöm, rénszarvas. Jövök már, Kai. Ez majd emlékeztetni fog rá, milyen erős is vagy. Ez alatt a jégpalotában? Engem nem visz magával, hókirálynő. Nem lehet. Itt kell maradnod és csinálnod a kirakót. Vagy sohasem törik meg ez a jeges varázs. De hát maga is mondta, hogy egy örökké valóság lesz kirakni. Akkor talán jobb, ha korcsolyát húzol. Nem igaz? Az. Ismerlek valahonnan. A barátod vagyok. Gerda, azért jöttem, hogy megmentselek téged. De én nem akarom, hogy megmentsenek. Boldog vagyok itt a hókirálynővel. Kai, kérlek, valami szörnyű átokül rajtad. Együtt szoktunk játszani a rózsakertünkben. Hát nem emlékszel, énekeltem is neked. La la. Ezt már hallottam. Valahol. Gerda Kai iránt érzett szeretetének ereje elolvasztotta a Kai szívében lévő jégforgácsot. Dalának melegsége a szemében lévő jeget könnyé olvasztotta. Gerda! Te vagy az! Te vagy az, Gerda! Köszönöm, hogy eljöttél és rám találtál. Köszönöm, Gerda! Mire jók a barátok? De hát mondd csak, hogy jutottál el ide? Az egy nagyon hosszú történet, Kai. De hál' Istennek már vége van. Nincsen vége. Amíg én azt nem mondom. Éreztem, hogy baj. Szóval ő kicsoda? Ő Gerda királynő, a legjobb barátom. Nagy utat tett meg, hogy megtaláljon. Sajnálom, de utat hiába való volt, kedvesem. Gerda, kérlek, ne! Maga gonosz, szívtelen jégcsap! Engedje el Kájt! Engedje el! Nem megyek el innen nélküle! Megértette? Gerda, ne! Én szabom meg, hogy ki megy, és ki marad, kislány. És ő marad, hogy befejezze a kirakót. Neked ugyanakkor menned kell. Hagyja békén, ő felsége! Kérem, engedje el! Elengedem, Kai, de nem itt.
hanem két. Ha szerencséje van, a hóvihar hamarosan elcsitul. Ne! Ő a barátom! Nagyon csalódtam benned, Kai. És most add ide azt nekem. Aha! Egy farkába harapó kígyó? Azt mondtam, add ide nekem. De ez a különleges jele az örökké valóságnak. Igen! Kai, mit csinálsz? Megvan! Jól van, Kai, mivel nem szándékozol rám figyelni. Várjon csak, királynő! Ez a válasz arra, amit kerestünk. Hogy is szólt az átok? Egy örökké valóság lesz kirakni a kirakót. Nem örökké valóság, mint az idő, hanem az örökké valóság jele. Ez egy fejtörő, egy szójáték! A jégdarabkák nagyon örültek, hogy Kai megfejtette a rejtvényt. Lassan felemelkedtek, és elkezdtek a helyükre szállni. Ó, én okos kis Kályom. Ígni? Fejezze be az örökké valóság jelképét, felség, és akkor az átok megtörik. Ha? Igen! Sikerült, igen! Szabad vagyok. Tudtam, hogy sikerülni fog, Kai. Én tudtam. Cserébe szabad, engedlek téged is. Gyertek velem! A varázserőm nem tart sokáig. Ó, most mennem kell. Köszönöm mindkettőtöknek. Sosem felejtelek el titeket. Drága, okos kis Kályom, tartozom egy pár új korcsolyával. És így Gerda és Kai végre hazatérhettek. Persze hazafelé megálltak, megköszönni a sok segítséget. Nagymama! De szépek! Tehát, ha legközelebb gonosz dolgok járnak a fejedben valakiről vagy valamiről, nézd meg, nincs-e a szemedben a Manó király tükrének egy aprócska darabja. És ez egy igaz történet.